Még mielőtt elkezdeném a szarkasztikus híradót, egy pár mondatot azért mondanék róla, hogy miért néz ki úgy, ahogy. Ha ez a rész annyira nem érdekel téged, akkor nyugodtan tekerd ide, mert itt kezdődik a szarkasztikus híradó, ha meg itt maradsz velem, akkor megköszönöm. Szóval próbából megcsináltam ezt, hogy inspi teste és arca külön mozogjon, és összedobtam egy ilyen gyors, szarkasztikus híradós epizódot, ami nagyon tetszett nektek. Mondom, oké, akkor ebbe van potenciál, ezt lehet folytatni. De számomra egy valami nem stimmelt, és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi az, ami nem volt jó ebben, és arra jutottam, hogy inspi. Ő nem volt jó benne. Mármint ne értsetek félre, inspi karakter a szívemhez nőtti, meg nagyon szeretitek, úgyhogy mindkettők számára az egy nyert ügy. De úgy éreztem, hogy inspiráció nem illik egy ilyen szarkasztikus híradó műsorban, ezért rajzoltam egy új karaktert. Neve nincs, ha van jó ötletetek, akkor írjátok meg kommentben. Teljesen kidolgozva sincs, valószínűleg hónapra hónapra változni fog. És az a tervem, hogy havonta maximum 2 ilyen szarkasztikus híradót fogok csinálni. Természetesen a Royal Flash ugyanúgy fog menni, hogy eddig, mert azt szeretem csinálni, ti meg szeretitek nézni. Úgyhogy nem is húznám tovább az időt, kezdődjön a szarkasztikus híradó. A kormány szerint 2023 a bőjt éve lesz, ami már 2020 óta tart. 9 havi mélyponton a kínai gazdaság. Na, a magyarral vajon mi a helyzet? Újabb csapás, január 2-ától jelentősen drágul az e-autózás. Biciklire sem futja, nemhogy még e-autóra. 5 oka, miért földbe állhat 2023-ban a lakáshitelezés. Ja, mintha egész ideig szárnyalt volna. Szívesen mutogatja hatalmas melleit az angol válogatott focista modell felesége. Emily Ratajkowski félmeztelen barátnőjével bulizott. Kilátszik a ruhából Dua Lipa feneke. Az Origo az egy burkolt pornó oldal. Emberek fürödtek a Balatonba, már kezdtem megijedni, hogy cápák. Pokoli bolygóra bukkantak. Ja, és földnek nevezték el. Odafigyelek, hogy ne ragadjon rám a szomorúság. Taníts! Olyan égitest érkezik, amelyet utoljára a neandervölgyiek láthattak. Remélem pont ide fog becsapódni. Így adózunk 2023-ban. Már így is az egész fizetésem egy nagy adó. Ha tetszett a videó, ha nem, írd meg a véleményed kommentben, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit szóltok ez a szarkasztikus híradóhoz. Ha szeretnéd támogatni a YouTube-os munkásságomat, akkor egy lájkkal, feliratkozással és megosztással rengeteget tudsz nekem segíteni. De ami a legfontosabb, hogy ne hallgassatok rádiót!